Üdvözöllek, itt Üvei Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban a C-vitaminról lesz szó, arról, hogy melyik a jó C-vitamin, hogy milyen forrásból pótoljuk a C-vitamint, és hogy melyek a C-vitamin pozitív hatásai az emberi szervezetre. A C-vitamin az egyik legfontosabb vitamin, amit az immunrendszerünk a védekezéshez használ. Fontos szerepe van például a vas felszívódásában, ami ugye a vérképzés során játszik fontos szerepet a testünkben, illetve a C-vitamin egyben egy hisztamin ellenes anyag is, tehát allergia esetén is előnyödre válik. Jó azt tudni, hogy a dohányzás jelentősen fogyasztja a C-vitamint, tehát ha dohányzol sokat, a több C-vitaminra van szükséged az átlaghoz képest. Mivel a C-vitamin a hű hatására gyorsan megsemmisül, ezért akkor is kialakulhat C-vitamin hiány, ha például éveken keresztül valaki nem eszik nyers zöldséget és gyümölcsöt. A C-vitamin számos részből áll, tartalmaz P-vitamint, azaz bioflavonoidokat, egy J-faktornak nevezett részt, rezet enzimformában és K-vitamint is. Jó tudni, hogy a mesterséges C-vitamin készítmények csak a C-vitaminnak a külső részét tartalmazzák, azaz az aszkorbinsavat, aminek egyébként annyi a szerepe a C-vitaminban, hogy védje a belső részét a vitaminnak. A túl sok aszkorbinsav bevitel, tehát ha nagy mennyiségű mesterséges C-vitamint fogyasztasz, egyébként oda is vezethet, hogy hiány alakul ki a testedben a C-vitaminból, és megjelennek a C-vitamin hiány tünetei, például a érproblémák, fáradékonyság, ízületi problémák, vagy az íjbetegségek. Nekem az a véleményem, hogy a C-vitamin hisztéria, tehát hogy nagy dózisokban szedjék az emberek az aszkorbinsavat, a zsírcsökkentéshez hasonló átverés kategóriába tartozik, amit ugye 80-as, 90-es években terjesztettek el egyes körök, amikor megpróbálták meggyőzni az embereket arról, hogy a zsír, a tojás, ezek ugye rosszak. Az egyik legmagasabb C-vitamin tartalmú növény a természetben, amit egyébként emberi fogyasztásra is ugye alkalmas, az a kakadúszilva, aminek 100 g-jában akár 5300 mg C-vitamin is jelen van. Ez a gyümölcs Ausztráliában terem, hazánkban nem nagyon érhető el jelenleg tudtommal. Az első nagyon jó C-vitamin forrás a homoktövis, amit én is rendszeresen szoktam fogyasztani, a homoktövis levet iszom, mivel egy nagyon savanyú bogyóról van szó, tele C-vitaminnal, célszerű tiszta vízzel felönteni és úgy inni, lehet hozzáadni magas antioxidáns tartalmú leveket, például gyümölcslevet, vagy tőzegáfonyát, vagy fekete áfonyát, vagy lehet hozzáadni mézet is. A második jó C-vitamin forrás a kamu-kamu, amiből kapható kapszulázott készítmények, illetve porállagúak is. A kamu-kamu bogyó az Amazonas vidékéről származik, színe vörös vagy sárgás lehet, savanykás ízű, és 100 g-jában kb. 2800 mg valódi bioaktív C-vitamin van jelen. Ez kb. 60-szor több, mint ami ugye a narancsban van. A C-vitamin mellett van benne A-vitamin, niacin, riboflavin, vas, kálium és foszfor is. A harmadik nagyon jó C-vitamin forrás az acerola, melynek 100 g-jában kb. 1600 mg C-vitamin található. Az acerolát a trópusokon termesztik, és valójában egy citrusféle, csak formája és színe miatt tartják cseresztyefélének számon. A C-vitaminon kívül van benne vas, A-vitamin, B1 vitamin, B2 vitamin, magnézium, kálium, kálcium és sok bioflavonoid is. A negyedik javaslatom a C-vitamin pótlásához az egres vagy köszméte, indiai változata az amla. Az egresnek 100 g-jában kb. 400 mg C-vitamin fordul elő, és hazánkban elsősorban ugye nyáron fogyaszthatjuk, eredeti természetes állapotában, de az indiai változatából az amlából kapható kivonat kapszula formában étrendkiegészítők is. Az ötödik, amivel pótolhatod a C-vitamint, az a csipkebogyó, amit gyógynövény és bioboltokban tudsz a legegyszerűbben beszerezni. 100 g csipkebogyóban olyan 400 mg C-vitamin található. A csipkebogyókat áztasd be vízbe, lehetőleg tiszta vízbe, a legjobb a desztillált víz, és hagyd állni egy 8-10 órán át, majd szűrd le és idd meg a levet. A hatodik forrás, ahonnan pótolhatod a C-vitamint, az a ribizli. A ribizlinek 100 g-jában kb. 200 mg C-vitamin található.
A nyári időszakban a ribizlit lehet ugye önmagában enni, vagy például gyümölcsturmixokhoz, süteményekhez is hozzá lehet adni. A hetedik a guáva gyümölcs, ami már egy ideje elérhető hazánkban is. Lédús, édes és enyhén savanykás az íze, sokan ugye hasonlítják a szamócához, körtéhez emiatt. 6-9 cm átmérőjű kerek ovális gyümölcs, rengeteg A és C vitamint, káliumot, foszfort rejt magában, rostjai pedig ugye segítenek az emésztésben. Nyolcadiknak a paprikaféléket kell megemlíteni, amiből Szent Györgyi professzor is annak idején ugye előállította a C vitamint. A legmagasabb C vitamin tartalmú paprika a chili, amiből ugye mivel erős, azonban nem nagyon tudunk ugye sokat fogyasztani egyszerre. A legtöbb nem csípős paprikának a C vitamin tartalma olyan 100 g-ban körülbelül 100 mg van a C vitaminből. A kilencedik a bordás kell, illetve a fekete kell. 100 g bordás kellben kb. 100 mg C vitamin található. A bordás kell nagyon jó felhasználható salátaként, a legtöbb főételekhez is tele van rostokkal, A vitaminnal, K vitaminnal és klorofillal. És végezetül a tizedik legjobb C vitamin forrása sokak által fogyasztott citrusfélék. A citrus, a narancs, a grapefruit és bár nem citrusféle, de ide sorolnám a kivit is. A kivinek 100 g-jában kb. 90 mg C-vitamin van jelen, míg a narancs és citrom C-vitamin tartalma 50 mg alatt van 100 g-ban. Összefoglalom még egyszer az én véleményemet a 10 legjobb C-vitamin forrásról: a homoktövis, a kamukamu, az acerola, az egres, a csipkebogyó, a ribizli, a guáva, a paprika, a bordáskál, illetve a citrusfélék. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Személyes kérdésedet küld el nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!